Örülök ennek, hogy így alakult a mérkőzés. Én is azt gondolom, hogy nagyon össze tudjuk szedni magunkat, hogyha igazán kell. Én azt gondolom itt a végére, az a szezon végére, hogy egészen jó kis MB2-es csapattá érett a társaság. Tehát, hogy nem indult könnyen a szezon, ugye nem indult könnyen a második fél év se, de szépen meccsről meccsre javultunk, és a végén itt ezzel a mérkőzéssel, a Honvéd elleni győzelem, és ezzel a mérkőzéssel hát remélhetőleg be tudtuk biztosítani a bennmaradásunkat. Én azt gondolom, hogy azért van egy olyan alapjátéka már a kezdőcsapatnak, egy 8-9 embernek, aki így stabilan összetudott állni itt a második fél évre. A kiegészítő emberek is most mind itt voltak, mind szívvel, lélekkel küzdöttek, amikor felkerültek a pályára. Én azt gondolom, hogy a Fradi az egy jó csapat. Ugye másodikok voltak a tabellán, vagy másodikok most a tabellán. Igaz, hogy a Budakalásznak, aki mögöttük van egy pont, még van három mérkőzése, de abból még bármi lehet. Úgyhogy én az igazából örülök annak, hogy egy MB2-es második helyzet csapatot idegenben meg tudtunk verni. Ugye a felnőtt csapatnak befejeződött a szezon, azért a jövő héten még lesznek edzések, viszont az IFI-vel lesz még június 10-én egy rájátszásunk, és arra fogunk készülni, lesz egy 2,5 hetünk az utolsó mérkőzés után. Ott a Sziget-Szent Miklóssal fogunk megküzdeni nagy eséllyel. Hát reméljük, hogy ott is ugyanilyen sikert tudunk elérni.